Jó áron szeretnél játékokat, esetleg ajándékkártyákat vásárolni? Akkor nincs más dolgod, mint felmenni az Eneba.com-ra, ahol több mint 20 000 digitális termék közül tudsz válogatni. Az oldal teljesen megbízható, ugyanis láthatjátok, hogy a Trustpilot értékeléseik elég pozitívak, több mint 135 000 értékelés van. Sőt, hogyha ez még nem lenne elég, akkor a supportot a nap 24 órájában el tudjátok érni, hogyha bármilyen problémátok adódna. További információkért csekkoljátok a leírás, na de vágjunk bele a videóba. 3 félelmetes, deep webes történet animációval. Annyira tetszett nektek az előző ilyen magyar animációkra reagálásos horror videó, hogy itt a folytatás. Szevasztok, üdvözlök mindenkit, a mai videóban ilyeneket fogunk nézni. Vagyis pontosabban ezt, 3 félelmetes deep webes történet animációval, horror animáció. Remélem nem lesz nagyon plusz 18-as a videó, ugyanis tudjuk, hogy a Dark Web az csúnya dolog, csúnya hely. De hát mindjárt kiderül, ne felejtsetek el feliratkozni a gameplay csatornára, leírásban ott van a link, Pink Horizon, gameplay, beírjátok ezt YouTube-ra és valószínűleg ki fogja adni a videókat, iratkozzatok fel, na de csekkoljuk is a kis videónkat. 1963-at írtunk, amikor Peter Gerard Scully nem kell fordítanom. Eredetileg Ausztráliában nevelkedett. Gyerekkoráról keveset lehet tudni, de állítólag a szülei szigorúak voltak és vallásosak. Egyetemre is jelentkezett, amit sikeresen elvégzett. Később jó munkahelyet talált, és titokzatos módon meggazdagodott. Kiderült, hogy a vagyonát illegális üzleteknek köszönheti. Na, mi másnak? Átvert másokat, hogy ő tehetős lehessen. Ennyi, scammer. He's a scammer, bro. He's a fucking scammer. Így meg lehet gazdagodni a scammelésből, hogy ilyen pacek házat veszem, minden. Le a kalappal. Ezután megismerkedett egy gyönyörű nővel, és 2 gyerekük is született. Ennyi. Olyan életet élt, amiről mindenki álmodozott, de az igazságot sosem lehet örökké titkolni. 2011-ben akkor valami Dark Web-es nagy fordulathoz ért. Dark Web-es dolog lett háttérbe. Ezért nem maradt más választása, menekülnie kellett. Majdnem minden pénzét elvesztette. Abból, ami maradt, Fülöp-szigetekre menekült. Meg is érdemli. Anonimitását mindennél jobban védte. Rendes munkahelyet sem kereshetett, mert kiderült volna, hogy ő Peter Gerard. És azért folyamodik a Dark Webhez, fogadni merek. Erre még sötétebb és még hátborzongatóbb módot talált, a Dark Webet. Videókat készített, amelyekben gyerekeket kínzott. Nem szeretném jobban részletezni, mert undorító. Hát ne is, mert tiltják a videót. YouTube-nak sem tetszene. Igen. A lényeg, hogy ezekre a videókra nagy kereset volt a Dark Webben. És amúgy ez a szomorú, hogy nagyon sokan nézik az ilyen videókat Dark Webben sajnos. Bele se tudsz gondolni amúgy, hogy mennyi beteg ember van a világban. És lehet, hogy olyan emberek is néznek ilyeneket, akikről nem is gondolnád. Elmész mellette az utcán, full normálisan néz ki, az közben ilyeneket néz. Egy csapatot épített ki. Mindenkinek megvolt a saját szerepe. Fülöp-szigeteken találtak hölgyeket, akik jó pénzért dolgoztak neki. Az ő feladatuk az volt, hogy szegény falukat járjanak, és a szülőknek óriási összegeket ajánljanak. Cserébe csak annyit kértek, hogy a gyerekük egy napra velük mehessen egy fotózásra. Miután Peter elkészítette a hátborzongató videót... Na most ez miért? Tehát ki az, aki odahagyja a gyerekét egy idegennek, hogy vigyed el, persze, itt van fotózás, rövid, de anélkül, hogy elmenne vele. Ha nézd meg, hogy retteg a gyerek! Ha kigülled a szeme! Soké kapott egy összeget, de... Visszavitték a gyerekeket, akik traumatizálva, pénzzel a kezükben mentek vissza otthonukba. Ja. Általában nem is beszéltek arról, hogy mi történt. Ja. Szóval így visszaküldték utána őket, mint ami se történt volna, pénzzel a kezükbe. És a gyerek pedig annyira traumatizálódott, hogy nem mondta el. De legalább ott a pénz, nem? De azt nem tudjuk meg, hogy mit csináltak egyelőre velük. Az eset. Ezeket a videókat a Dark Webre töltötték fel. Ennek a gyűjteménynek a neve az volt, hogy határ nélküli szórakozás. Fiatal lányokat, de fiúkat is kihasználtak. A videók előnézete mindenki számára elmond. De ez a két kis Fülöp-szigetei nő, nem bírok beszélni, ez a 2 nő, hogy bírta ezt? Tehát ez 2 tök átlagos nő, hogy tud ilyeneket nézni? Ő volt, de Peter felajánlotta a pénzért bármit. Változatot is. $100 bármely beteg ember hozzáférhetett. $100 volt egy ilyen videónak a megnézése? Atyavilág. Ahogy már mondtam, az áldozatokat különböző módon kínozták, de ezeket nem fogom részletezni. Hát létszíne is. Telt az idő, és mint az előző illegális biznisznél, itt is előbb-utóbb kiderült az igazság. Az egyik nő, aki vele dolgozott, nem bírta ezt a terhet. Neki még volt lelke, és együtt érzett az áldozatokkal. Hoppá. Eleinte apróságokkal próbálta kímélni az áldozatokat. Rávette Pétert, hogy itassa le a gyerekeket, hogy legalább ne emlékezzenek tisztán arra, hogy mit tesz velük. Ki nő ilyen beteg? Sem volt teljesen elégedett, mert még mindig ártatlan lányok likör! Úristen! Úgy nézik, mint valami csodaszer lenne. Akkor lett elege, amikor a gyerekek a kínzás után arra lettek megkérve, hogy ássák ki a saját sírjukat, mert élve lesznek eltemetve. Peter úgynevezett munkatárs könnyen szemmel ment a rendőrségre, és vallott be mindent. A weboldal, végre megtört az egyik csaj. Mondjuk Peter erre számíthatott volna, hogyha felvesz két random embert, akit nem ismer ilyen melóra, az egyik idővel meg fog törni, és fel fog nyomni őt a rendőrségen. Töltötte fel, megtalálták, később letiltották. Állítólag több ezer áldozatuk lehetett. Nem árulták el pontosan, hogy hányan vásároltak az oldalon, hogy a teljes videót lássák, de Peter milliókat keresett. Gondolom milliókat lehet ebből keresni, Jézusom! És itt nem feltétlenül az a legbetegebb, aki csinálja, hanem aki ezt nézi és támogatja. Atya világ. Kiderül, hogy rengeteg fogyasztója van ennek az undorító iparágnak. Szörnyű belegondolni, hogy mennyi beteg ember van, aki ilyet szeretne nézni. A rendőrök tétovázás nélkül intézkedni kezdtek, és még aznap letartóztatták a csapatot. Petert az otthonában találták. A csapat többi tagját is elfogták. A bíróság 126 évre ítélték el. 126 év? Na az... ez úgy egész baráti, nem? Idővel picit türelmes lesz, talán még kénysánkedik. Letfogytiklanra. A hölgyek, akik a szegény falvakat járták, 9 évet kaptak. Még ők is kaptak 9 évet. Hát igen, végül is segítettek nekik, de gondolom valami senyhítés kapott azért, mert felnyomta őket. Nem? Mondjuk meg is érdemlik. Miért nem kaptak 90-et? A 9 az semmi, hát ők is benne voltak ebbe. A büntetésüket természetesen a Fülöp-szigeteki börtönben töltik, ahol sokkal rosszabb körülmények vannak, mint az ausztrál börtönben. Nem igazán lehet sajnálni egy ilyen embert, hát nem. Ha egyáltalán embernek lehet nevezni. Mennyi ártatlan gyereknek tehette tönkre az életét ezzel a traumával. Mindezt azért, hogy sok pénze legyen, nem gondolva arra, hogy mi mennek keresztül a körülötte levők. Ne feledjék. Csóri azóta itt lóg. Van, aki szóljon már neki, valaki szedje már ki onnan. Csórit ott felejtették. Tök jó, hogy mindenki bőrébe ül, meg mindenki visszajutott az anyukájához, ez meg itt lóg. Szegény. Amikor eljön az utolsó percünk, nem az lesz a legfontosabb, hogy mennyi van a számlánkon, hanem milyen emberek voltunk. Igen, amúgy, ez igaz. Ez nagyon, nagyon igaz, amit mondott. Nem az számít, hogy mennyi pénz van a számlánkunk. Hát a halálos ágyunkon nem az a lényeg, hogy mennyi pénz volt a számlánkon, hanem hogy milyen emberek voltunk. Ez a napi bölcs tanulság, srácok. Na második sztori. Amikor még gimibe jártam, a haverokkal gyakran beszéltünk félelmetes dolgokról. Ezen a napon pont a Deep Web volt a téma. George barátom azt állította, hogy ő már egyszer felment a Deep Webre. Meggyőző volt. Mondta, hogy minden igaz. Illegális termékeket árulnak, és undorító dolgokat látott. De miért mennél fel? Nem akartam hinni neki. Önfejű vagyok. Nekem nagyon sok amúgy Dark Web-es, meg Deep Web-es videón van, de még a közelében nem is jutott az eszembe, hogy én felmenjek ilyen oldalra. Ki miért mennél fel? Ne menjetek fel soha ilyen oldalakra, srácok. Nagyon nem jó. A saját szemem már. Hál' Istennek nem is olyan egyszerű elérni ezeket. Szóval csak úgy felmenni nem tudtok. Nem látom, addig kételkedni fogok. Szóval otthon az volt az első dolgom, hogy ránézzek. George minden. Most ez is ránéz. Azt, hogy milyen böngészőt kell letöltenem, mire kell utána kattintani, és hogy VPN-t is használjak. Követtem az utasításokat, és perceken belül már az internet sötét oldalán böngészhettem. Izgatott voltam. Nem gondoltam volna, hogy ilyen könnyű lesz. Na mit találtál? Találtam egy oldalt, ami teljesen fekete képernyővel fogadott. Egy kis kép volt a bal felső sarokban. Rákattintottam, és egy újabb oldalra lettem átirányítva. Itt random képeket lehetett látni, mint például egy hal, vagy medve. Na, milyen tök aranyos. Rányomsz a halra, azt itt vízi hullák lesznek ott. A medvével meg olyan videók, ahol medvék esztek meg embereket. Nem? Nem értettem, hogy mi akar ez lenni. Vártam, hogy történjen valami, de hiába. Belehuntam, majd a halra kattintottam. Egy újabb oldal nyílt meg. Sokáig tartott, hogy betöltsön. Körülbelül fél perc kellett, hogy eltűnjön az ikon, és megjelenjen a kép. Én voltam rajta. Engedélykérés nélkül hozzáfért a webkamerámhoz. Úristen, mit vártál, hogyha felmész a Dark Webre? Nem is egyeztem bele, hogy használják a webkamerámat. Ezt mégis használták. Milyen csúnya dolog ez. És hát még a legkisebb, hogy ami történt vele. Gyorsan kerestem valamit, amivel letakarhattam. Ezután logikus, hogy a képernyő is feketére váltott. Azt hittem, hogy ennyi volt, de még mielőtt kiléphettem volna, előugrott egy kisebb ablak, amiben a személyes adataim jelentek meg. A teljes nevem. Nem tudom, hogy honnan szerezte meg ezeket az információkat. Elég félelmetes volt, mert még a telefonszámom is megjelent a képernyőn. Hát, ezt sehol sem adtam meg, és fogalmam sincs, hogy milyen trükkel fért hozzá. Már nem voltam annyira kíváncsi. Mark Robert Roe, Benjamin Franklin Jr. High... Hát igen, ez baj. Ezt hívják úgy, hogy bajba keveredek emiatt, ezért mi hamarabb ki akartam kapcsolni, de hiába. Az X-re kattintottam, de nem zárta be az oldalt. A billentyűzet sem működött. A gépem semmire sem reagált. Ekkor már pánikoltam, és gondolkoztam, hogy mit tehetnék. Van egy olyan, hogy tápkábel. Sem lehetett. Tápkábelt ki kell húzni, barát. A gép áramforrását szakítottam meg. Ez természetesen működött. Na, az lett volna még para, hogyha nem működött volna, az kihúzod a tápkábelt, az mindig megy a gépnek. Akkor mondjuk már lehet, én is beszartam volna. Még a széken ültem, és sokban voltam. Nyugtalanná tett, hogy valaki ennyi mindent tud rólam. Amikor újra bekapcsoltam a gépem, minden a megszokott volt. Napokkal később egy fura alakot vettem észre a házunk előtt. Többször is az ablakkal szemben megállt, majd mozdulatlanul bámult. Szerencsére már hónapok óta nem láttam. Hát csak figyelt téged, hogy rendben van, egy jól alszol, stb. De hát amúgy ez is para, tényleg nem szabad fölmenni az ilyen oldalakra, mert csak egy rossz linkre rányomsz és vége. Vége, már történhetnek a csúnyaságok, szóval tényleg közelében nem menjetek. Most oké, itt nézegetjük, para, izé, de hogy ez valóságban tényleg nagyon szörnyű dolog. Harmadik történet, és egyben az utolsó. Szoktam a Deep Web után kutatni. Sokáig nem mentem fel, csak videókat néztem róla, de aztán egyszer eljött a nap, és nem bírtam leszokni. Minden egyesen felnéztem, mert az a titokzatosság megfogott engem. Az egyik ilyen alkalommal egy csetszobát találtam. Sokan voltak benne és írogattak. Én csak néztem, hogy milyen témákat hoznak fel. Barátkozz össze velük. Nem terveztem csatlakozni, de valaki megjelölt engem. Elfelejtettem mondani, hogy volt egy felhasználó nevem, mert regisztrálni kellett. Ezzel az emberrel aztán elkezdtem írogatni. Nem tartott sokáig, hogy olyan témát találjunk, amiben eltér a nézetünk. Veszekedni kezdtünk, ő pedig... Hát várható volt, hogyha Dark Webben megismerkedsz valakivel, akkor ő nem a legépp elműből, valószínűleg nem azért van fenn, mint te. Hogy csak nézelődök, jaj, hanem ott valószínűleg komoly szándékokkal. Igen, de nem hiszem, hogy igazad van. Nem, ember, neked nincs igazad. Meg foglak találni, ha-ha-ha. Azzal fenyegetett, hogy megtalál és elkap. Ajaj. Azt hittem, hogy csak viccelődik. Egyáltalán nem vettem komolyan. Az interneten mindenkinek nagy a szája. Ekkor már késő este volt. Másnap suliba kellett mennem, ezért kikapcsoltam a gépet, bedőltem az ágyba, és még tiktokoztam egy kicsit. Kaptam egy SMS-t. Ismeretlen számról érkezett. Az üzenetben csak annyi állt, hogy miért léptél ki? Még ekkor sem féltem. Tudtam, hogy vannak ügyes hackerek. Ha valaki ért ahhoz, amit tesz, simán megszerez ilyen információkat, főleg egy ilyen buta felhasználótól, mint én voltam. Nem használtam VPN-t, és bárhol... Hogy kiült az arcára a rémültség? Nagyon jó. A gondolkozás nélkül megadtam az adataimat. Kicsit nyugtalanított ez a helyzet, ezért nem tudtam elaludni. Miért adta még az összes adatát egy dark web-es oldalon? Te úristen! Félelemben voltam, amikor megcsörrent a telefonom. Megint egy ismeretlen számról kerestek. Amikor felvettem, semmit sem mondott bele az illető. Jobban füleltem, és arra lettem figyelmes, hogy valaki liheg. Telefonbetyárkodásként kezeltem. Letettem, és már tényleg aludni terveztem. Még megittem egy pohár vizet, kinéztem az ablakon, és észrevettem egy fekete autót. Szokatlan, mert a szomszédom kocsiját ismerem, más pedig nem szokott itt állni. Ezután már sikeresen elaludtam. Másnap, amikor beléptem a csetszobába, egy kép fogadott. Nem akármilyen kép. Fogad, várj, tippelni akartam, és ezt akartam tippelni, hogy tudja, hogy lefotózták, ahogy alszik. És tényleg? Én voltam rajta, ahogy alszom. Pánikolni kezdtem. Kifutottam a házból, és a rendőrségen jelentettem az esetet. Átkuzatták a házat. Ennél többet nem igazán tudtak tenni. Le kellene csukni téged, spanom! Ha mi az, hogy a Dark Webben izé mozgolódunk? Ha miért nem vitték be őt is? Kihallgatták ott valamit. Évek teltek el, és nem lett más következménye. Már soha nem megyek fel a Deep Webre. Ne is. Biztos. Az biztos. És kerüljétek, ha nem akartok bajba keveredni. Hogyha tetszett az a videó, akkor mindenképpen jelezzétek egy lájkkal és iratkozzatok fel a csatornára. Nem tudom, hogy mennyi érdeklődés van az ilyen animációs videókra, de hogyha tényleg van, akkor még lehet ebből videó. A eredeti videót lerakom a leírásba, mindenképpen csekkoljátok le azt is, mivel hát nyilván ő csinálta, szóval egy megtekintéssel minimum támogassátok, és hát következő időben találkozunk, addig is jók lehetek, szevasztok!